Az biztos, hogy nem olyan rendszerváltás volt, ami ennek kellett volna lennie. Sikeres volt a rendszerváltoztatás? Igen, kommunista-posztkommunista szempontból tökéletesen sikerült a hatalom átmentés. Úgy intettünk búcsút a kommunizmusnak, hm. hogy öt kommunistát újra temettünk. Mi a közös a mai és a 35 évvel ezelőtti baloldali politikusokban? Ugyanabból az alomból érkeznek. Gyurcsány Ferenc bekerült ebbe a kommunista örökség körébe. Tipikus karrierista volt, nyalta a késői diktatúrának a fenekét. Mit gondolsz a kommunista hatalom átmentésről? Hát azt gondolom, hogy sajnos szinte tökéletesen sikerült. Balolda a pénz hatalommentés. Így zajlott a rendszerváltoztatás Magyarországon a jobb oldal szemszögéből nézve. A privatizáció segítette hozzá a kommunista politikai elitet ahhoz, hogy biztos alapot teremtsen saját hatalma átmenekítéséhez. Ehhez a baloldali sajtó asszisztált, de Gönczárpádnak, a nemzet nagypapájának, egykori köztársasági elnöknek is volt szerepe benne. Vajon milyen hatással van mindez a mai magyar politikai életre? Mi a közös az őskommunistákban és a mai magyar baloldalban? Gyurcsány Ferenc kis titkárból vált milliómossá a hornkormány idején, Dobrev Klára folytatja az apró klán családi hagyományát, és Donát Anna is hű régi kommunista családja örökségéhez. Ők mind a nagy nemzetközi baloldali politikai erőtér részei. De hogy miért alakult ez így, Erről kérdezem Mezőgábor, kutató újságírót, aki az elmúlt években számtalan leleplező cikket írt a kommunista időszak hírességeiről, politikusairól és közéleti szereplőiről. Ralph Darendorf szociológus professzor szerint egy politikai rendszert hat hónap alatt lehet leváltani, egy gazdasági rendszert hat év alatt lehet átalakítani, de egy társadalmi változáshoz hatvan év kell. Egy békés, megegyezéses rendszerváltoztatásról szoktunk beszélni, de hogy valójában, ami egyébként jó, mert hogy nem történtek erőszakos cselekmények, de valójában milyen folyamatok zajlottak a háttérben, hogy ez így megvalósulhatott. Hát egyrészt sajnos a német gondolkodnak tökéletesen igaza van. Én is szoktam mások mellett idézni ezt a gondolatot, mert pontosan ezt érezzük, hogy bár politikai és gazdasági szinten megtörtént a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, de, de egy a lelkekbe vagy a tudatokba, a társadalomba azért még jóval kevésbé. Önmagában azért nagyon hamis ellentétpár volt, amit fölépítettek itt a rendszer változtatás időszakában ez a békés átmenet. Ugye ezt a békés átmenetet mindenhol a sajtóba ezt terjesztették, gyakorlatilag publicisztikákban, interjúkban, különböző írásokban, hogy ez az egyedüli út Magyarország számára. És ezzel fölépítettek egy olyan narratívát, mint hogyha lenne a békés átmenet, amit egyébként mi békés átmentésnek hívunk már, és vele szemben a, a véres forradalom, vagy a, a, véres szabadságharc, tehát hogy valami, valami olyan dolog, ami tényleg véráldozattal járt volna. De nem, ez önmagában egy hamis feltevés volt, mert, mert volt ez a békés, békés átmenet is lett volna, egy radikálisabb átmenet, ahol mondjuk van felelősségre vonás, ahol van igazságtétel, ahol a kommunista politikusokat kiszorítjuk a hatalomból, a régi nomenklatúrát kiszorítjuk a hatalomból, az üzleti életből egy normális rendszerváltásnak ugye így kellett volna megtörténnie. És akkor kezdhetünk tiszta lapokkal. Az az igazság, hogy itt a békés átmenet szövege alatt megtörtént a békés átmentés, ami akkor hát tulajdonképpen sok mindenkinek megfelelt. Megfelelt a régi hatalmi elitnek, megfelelt a, az értelmiségi elitnek, amely szinte ilyen kizárólagos véleményvezéri pozícióban volt és maradt is a 90-es években, Kinek nem volt érdeke a békés átmenet? Hát a magyar társadalomnak, a magyar nemzetnek. Gönc ott tartják ennek az átmenetnek, az atyának, és hát a 90-es években mindenki úgy beszélt róla, hogy az ország nagypapája. Hogyan és pontosan miért ő lett a, a köztársasági elnök, És egyáltalán beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket? Hát itt az utóbbi kérdés attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Tehát, hogy az a szempontjából nézzük, vagy akár a nyugati közvélemény szempontjából, vagy a hatalom átmentés szempontjából, akkor beváltotta. Tehát Gönczelpát egy tökéletes államfő volt és köztársasági elnök. Zseniálisan felépítették egyébként vele uh -huh. kapcsolva ezt a képet, ezt a jóságos nagypapa-típust. Bárki, aki ismeri, tudja, hogy ez elég sokkal beszélt, mert egyáltalán nem ilyen ember volt a valóságban. Uh -huh. Tehát egy nagyon is okos, pragmatikus, sokszor dühös, cinikus ember volt, de valahogy a médiában, a tévében ez a jóságos meg a szilveszteri beszédei mindenki emlékszik, vagy sokan emlékeznek, akik nézték, hogy mindig azt mondta, hogy egymás szívét melenget, fogjuk meg egymás kezét. Tehát ez Nagyon egy jól fölépítették. Volt. Ez egy szerep volt. Fölépítették, ő volt ugye mindenki Ápi bácsia, és gyakorlatilag ott teljesen természetes volt, hogy ő, valahogy úgy lett elített, hogy ő volt a politika fölött álló ilyen. Ami és önmagában nevetséges, hiszen benne. ő egy SZDSZ-es politikus uh -huh. volt, tehát önmagában nem lehetett a, a politika felett álló. Másrészt gyakorlatilag 90-től folyamatosan politizált, amiben lehetett, ugye gátolta az Antal kormány törekvéseit. Mit ide a taxisbokába játszott szerepét, ez azért érdekes, mert ott ugye a Telexnek a kritikusa, de lehet, hogy a 444, azt hiszem ebből a teljesen mindegy, írta ugye a Blokád film kapcsán, ami szerint egy nagyon jó film, ugye Köbli Norbert írta, hogy hát ilyen bohóckoló paprika Jancsit, uh, csináltak uh -huh. a göncárpádból. És azon rögtünk később, hogy igen, mert egyébként az volt. Hm. Nem nagyon lepődök meg, hogy uh, simán összeparolázott, ugye, Hongyulával, a korábbi pufajkással. Ő magában akkor ez meglepő lehetett volna, hiszen göncárpádot úgy ismertük, mint forradalmár 56-os, ugye ezért ült a börtönbe. Na de ha tudjuk, hogy a börtönbe hova került, hogy ott a fordítóirodára került, és ott uh, pont ezekkel a reformkommunistákkal, ezekkel a későbbi szsz barátkozott össze, nem mellékesen egyébként, ugye úgy került a fordítóirodába, ez saját maga mondja el, hogy nem tudott angolul. Tehát ez elképesztő, ott vagyunk ugye a megtorlás időszakában, százával végzik ki a magyar embereket, hősöket, szabadságharcosokat, százezen nem elhagyják ugye az országot. Ott van elvileg a diktatúrának az ellenség, akit bevisznek a börtönbe, és hagyják neki, a vizsgáló tisztje hagyja, hogy a felesége bevigyen neki egy angol nyelvtan könyvet. És ilyenkor nyilván az, az átlagember is fölteszi a kérdést, hogy ezt lehet, hogyan? ez hogyan történhetett meg? Semmilyen bizonyítékunk nincs arra, hogy ő besúgó lett volna. De azt viszont biztosra vehetjük, hogy nem véletlenül terjedt el róla. Hiszen mit láttak az 56-osok? Ott van mellettük egy 56-os nyelvtudás nélkül, és bekerül a, a, a társaságba, ahol nem mellékesen, szintén saját elmondása szerint belügyi és titkos iratokat fordít. 1947-ben elindult a Magyar Közösség nevű koncepciós per. Ennek az egyik fő célpontja egy Kovács Béla nevű, ma már sajnos elfeledett politikus volt, talán legismertebb kisgaza politikus, egy gyakorlatilag megtörhetetlennek vélt ember. Na az ő titkára volt Göncz a fiatal Göncz Mi történik? Kovács Bélát a Szovjetunióba hurcolják, hm. Göncz Árpádnak meg tulajdonképpen a sem görbül, sőt, Utána egy mondja egy, egy életút interjúban, hogy diszidálni akar, elkapják, de akkor is elengedik. Egy fontos dolgot említsük meg, a börtönbe ugye megtanul angolul, később fordító lesz, és hova megy el fordítani? A magvető kiadóhoz. Kivezeti a magvető kiadót, Kardos György korábbi katonapolitikai osztály főtisztje volt, de miért fontos ez, hogy pont Kardos Györgynek dolgozik tulajdonképpen Gönc Szárpád? Mert Kardos György irányította a magyar közösség koncepciós ügyet. Hm. Tehát konkrétan Göncz elment annak az embernek dolgozni, aki hát mondjuk így pestiesen kicsinálta előtte a barátait, pártársait. Érdekes, hogy ennek ellenére ezt a szimpatikus képet végül is élete végéig meg tudta magáról tartani. Hát ehhez kellett az átmentett média. Ugye ne fejtjük el, hogy 90-es években mondjuk, hogyha nem tudom, lehet-e látni, de mondjuk, a hogyha a jobboldali patrióta a média, az mondjuk egy kis pont az asztalon, akkor mondjuk a hm baloldali posztkomunista SZDSZ-es média az mondjuk ekkora. Tehát olyan fölénybe voltak, hogy, hogy hát gyakorlatilag nem bármit is... bárkiről el tudtak hitetni. Hatalom átmentést már említettük, mint kult szó. A kommunista politikusok hogyan mentették át a, a hatalmukat? Vagy mindig nagyon szeretem, amikor belülről árulkodik valaki tulajdonképpen. Egy kerékgyártó István nevű Hát ő magát írónak nevezi, megkeresték egymást ifjabb Komlós Jánossal. Hát figyeljetek gyerekek, most egy olyan világ jön, hogy amíg régen halászlét főztek a halakból, ezt a példát arra értették, amikor elvették mindenünket, ugye uh -huh. elvették a gyárakat, a boltokat, a házakat, uh -huh. a földeket, mindent elvettek. Ez volt az ő értelmezésükben egy halászlé főzés. Már egyébként önmagában emiatt kiállna utólag egy pofon, de, de, de jó, ezen lépjünk túl. Most olyan világ jön, amikor ki lehet emelni a halakat a halászléből. Alapítsunk egy vállalatot, indítsunk egy vállalatot, amivel ezt meg tudjuk csinálni. hogy nem, egyébként az interjúban nem említi ezt a vállalatot. Ez volt a Creditum nevű privatizációs cég, ami viszonylag nem annyira ismert sajnos. 80-as évek végén alapították, amikor ugye elindult a spontán privatizáció, később meg a úgynevezett rendes privatizáció, Na de kik voltak ebben a cégben, Ugye kik, emelt, kik emelték ki a halakat a, a halásztéből? Mondok egy pár nevet, biztosan ismerősök lesznek. Ő, Gyurcsány Ferenc, fiatalon, éppen ez a kerékgyártó vitte oda állítólag, más szerint más, de teljesen mindegy. Bajnai Gordon, ott volt Küllői Péter, ugye később ilyen bátortáboros, világmegváltó, nagy idealista, milliárdos. Ki volt még ott? a Ilona, a Taurus vállalat utolsó kommunista vezérigazgatója, később a Gyurcsány cégeknek is, az Altusznak is egy fontos kádere. Tehát mondhatném hogy szintén Pestiesen, hogy összes, összesodolt oda mindenkit a szél. És nekem azért szeretem ezt a, a hasonlatot, mert tulajdonképpen tényleg ez történt. Tehát, hogyha hatalmi elit szempontjában nézzük, akkor a kommunisták egyszer kifosztották Magyarországot ugye az államosítások idején, a 40-es évek vége felé, aztán kifosztották még egyszer a privatizáció során, ami ugye az Antal kormány alatt is ment, de igazán a Hon kormány alatt gyorsult föl. Csak azt nem tudtuk, hogy egyébként harmadszor is kifosztották, csak ez viszonylag ismeretlen volt. Ez még a Kádár rendszerben történt. Itt a különböző külkeres és impexes cégekkel, egyéb egybankos manipulációkkal gyakorlatilag egy, hát egy maig is, ami máig megoldhatatlan, szerintem sajnos szinte örökké megoldhatatlan adóság csapdába sodorták, lökték az országot. Ugye van ez az ismert, a vörös politba is elhangzik ez a szám, 242 milliárd dollár, tehát ismétem 242 milliárd dollár, nem forint. 1980 és 2010 között ennyi pénzt lapátoltak ki offshore cégekbe, ugye 70 és 80 között nem is tudjuk. A világ 11. legeladósodottabb a, a lett Magyarország. Ecolettin. Európában Ecolettin. mi vezettük Ecolettin. a ranglistát. Említetted a neveket is, tehát a mai kornak is sokat mondanak ezek a nevek, és ismerjük őket, és a mai napig velünk vannak. Úgy, érdekes látni, hogy ugye az ő felmenőik, az őseik ugye honnan indultak, és egyébként ők most miért tartanak adott esetben ott, ahol tartanak. Erre szerintem jó példa, ugye Dob Klára, akinek a szülei, meg a nagy szülei a legmagasabb politikai vezetői körökből kerültek ki, és gyakorlatilag ez mind a mai napig meghatározza az ő politikáját. Ilyen egyértelmű és természetes egyébként ez, amilyennek tűnik, tehát, hogyha ők a felmenői, akkor értelemszerűen viszi tovább azt a fajta eszmét és azt a politikát, amit egyébként ő egész életében kapott. Nem, szerintem vannak tisztességes emberek, nem hiszem, hogy mindenki, aki romlott, erkölcsű családból érkezik, akkor az önmaga is az lesz. Nyilván arról sem beszéltünk, hogy valaki felelős lenne itt a szüleinek vagy a nagyszüleinek a dolgai. Mindenki a saját dolgaiért felelős. Azért viszont valaki nagyon felelős, ugye, hogy ezt a kapcsolatrendszert felhasználja, és abból él. Ugye miről is van szó? Teljesen tipikus ez a családi, ez a dinasztia, mert több ilyen család van. De ugye nálam miről van szó? A nagyapó, apró Antal, ugye egy hírhet kommunista, elég szélsőséges kommunista, nagyon-nagyon erős és jó szovjet kapcsolatokkal, ugye ez nagyon fontos. Ki lett a két gyermeke? Az egyik gyermek ugye apró piroska, ő már külkeres videóton, később külkeres vonalon ugye politikus. Ki volt a másik gyerek? Apró Antal, ifjabb apró Antal, állambiztonsági tiszt. Tehát mindenféle szinten be volt Az öregek, szerették ezek a kommunisták bebiztosítani magukat ugye, kellett egy emberük a pénzügyes vonalra, ugye a külkeres vonalra, és azért nem ártott az állambiztonsági vonalra, több családnál megfigyelhető ez, egyébként én is posztoltam már erről, hogy egyik gyereket beültették az állambiztonsági tisztek közé, hogy az a biztos, hogyha mindenkit megfigyelnek, és mindenféle titkokról tudnak. És ugye ki lett ugye a, a, az unoka, apró piroskának a piroskának a lánya, ugye, ő maga Dobrev Klára, az apja Petár Dobrev, egy titokzatos mód, amit szoktunk fogalmazni. Bolgár, Bolgár impexes. És itt teljesen lehet látni a kapcsolatrendszernek az áttöröklődését, és azt is lehet látni, és ez viszont már az egész elitre jellemző, hogy tényleg a bigott uh, sztálinizmusból, kommunizmusból lesz egyfajta ilyen kádárizmus, aztán ami szocializmus, és aztán egy ilyen neoliberalizmus. Ez azért nagyon-nagyon-nagyon sok családnál, nagyon-nagyon sok dinasztiának lánnál egy Gyurcsány Ferenc ugye azzal, hogy össze Dobrev Klárával férjes feleségként, ő gyakorlatilag ő is bekerült ebbe a kommunista ö, örökség körébe. Már egy tipikus karrierista volt, ugye, nyalta ugye a késői diktatúrának a, a fenekét, úgymond, és nyilván így lett a Kis KB-ben olyan nagyon fontos ember, és neki az volt a nagy vágya, ugye, hogy amikor átalakult a Kis KB de misszé, hatalomátmentés, hatalom átmentés, akkor majd ő lesz a vezetője. Na de akkor élet első nagy bukását, vagy első nagy pofonját ott szemett el, hogy egy bizonyos nagy megverte ezen a, a, választáson, és Gyurcsány ekkor megcsömölött, és ugye visszavonult egy kis időre a politikától, ekkor ment, ekkoriban ment a kreditumhoz, ugye. És ugye, amikor ezeket a kis ügyleteit, Altus és a többi már gazdag ember közben beházasodott oda, akkor felbukkan, mint politikus. És olyan nagyon érdekes, Megyesi Péter az utóbbi időben, hát szerintem elég sértett lehet. Ugye Eris kiderült, hogy Megyesi Péter apró piroska ugye szeretője volt, együtt voltak. Ugye ezt lehet tudni, hogy apró piroska egyfajta királycsináló volt akkoriban. Uh -huh. Tehát egy klasszikus ilyen háttér, ilyen, egy ilyen szürke eminenciás. Ugye volt Hongyulának volt a fontos embere, a lánya Dobrev Klára meg ugye Megyesi Péternek volt a fontos embere. És Megyesi Péter egy később interjú elmondta, hogy neki azt mondták, hogy ő legalább egy négy évet kitölthet. De hát nem jutott neki addig, mert ugye meg lett gyakorlatilag buktatva, és gyúrt jött a helyére. Na most gondoljunk el, hogyha, hogyha ezen a vonalon megyünk, akkor, akkor tényleg gondolkodhatunk hálózatba. És hát, hogy hálózatról beszélhetünk, még egy példa, mert ugye ebben a sorba tökéletesen beleillik Donát Anna családja is, a Donát család, ugye a Momentumos politikusra van szó, akinek a nagyapja Donát Ferenc, a kommunista diktátor Rákosi Mátyás egyik legfőbb bizalmasa édesapja, pedig Gyurcsány Ferenc régi nagyon jó barátja. Szóval, hogy így módon egyébként akkor a két család az több szálon is összefonódott. Hát ugye szokás a Momentumot az új SZDSZ-nek. Hívni. Vagy a DK ifi a DK ifi Én az SZDSZ példát azért szerettem, hogy az SZDSZ utólag arról lehet ismert, ez az volt egy elitcsoportja, csoportja, most mondok egy pár nevet, Ifjabb Rajk László, Kis János, Bauer Tamás, Örsi Mátyás, Nemszki Gábor, Haraszti Miklós, na, Magyar Bálik, na most akiket uh -huh. felsoroltam, mindenhol kommunista szülők vannak. Ők ezt már új baloldalnak hívják, mindegy mi szempontunkban valami, valamiféle kommunista, marxista fél emberek voltak, de lehet, hogy az egész csoport az volt. Ez egy óriási hazugság volt az ő antikommunizmusuk, hm. és nagyon sokakkal elhitették. Meg kellett válni 94-et, amikor ugye az SZDSZ elárult az egyetlen viszonylag ismert elvét, ugye, hogy antikommunista volt, és azonnal összebútorozott ugye a hongyuláikkal, meg a többi kommunistával, posztkommunistával. És ebből a szempontból nézzük a Momentumot, hát most csak a két vezető politikusnak, a fegyőrnek, meg ugye a Donátnak a Csádi hátterét megnézzük. Tipikus mind a kettőnek a csádi hátter. a Fegyőnek a nagyapja hm. szintén egy elég ö, ismert ember volt a kommunizmusban. Magam is megírtam azt az ügyet, hogy volt valami egy ilyen visszaéléssel, valami házépítéssel kapcsolatban. Donát tényleg tényleg önmagáért beszél. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye ő kirakott egy ilyen történelmhamisító posztot még valamikor a múltban, és Siffer András, aki ugye tudatosan fellép az ilyenfajta hamisítások ellen, pont ő volt az, aki kirakott akkor egy posztot, hogy azért volna, hogyha Donát Anna nem hazudozna össze vissza a, nagyapóról, akit valamiféle ilyen lánglelkű forradalmának, meg 56-osnak állított be, mert azért ilyen emlékezünk arra hogy a tevékenységére, amit Rákosi Mátyás mellett hát végzett. Hát ő is elhatat, el akarta hitetni ugye azt, hogy egyébként... Hát ámítás. Tudom. Tulajdonképpen folyamatosan ez volt. Ebbe egyébként sajnos nagyon ügyesek voltak mind a kommunisták, mind a liberálisok. Mind most egyébként a, a Momentum ebbe az ámításba. Vásárai Miklós, ezért egyik alapítója, soros alapítvány, ugye itteni ö, embere. Hát korábban mi volt? Ugye hát volt 56-os úgynevezett Nagy Imrés, a mi értelmezésünk szerint egyfajta ilyen reform kommunista, de hát mi volt előtte? Hát Rákosi Mátyás egyik leghírhettebb és legbefolyásosabb propagandistája. Ugye ő volt az, aki a, egy autóba ment le Pócs Petrire, amikor ezt a szegény települést, aki megpróbált kiállni az egyházi iskolája mellett, és a pap mellett megpróbálta kiállni, hogy lement az AVH, az Ánvédelmi Hatóság rendet teremteni. Gyakorlatilag ott az embereket és megfelelíteni. Ezzel a példával az egész vidéki Magyarországot. Kiment le Péter Gáborral egy autóban Pocspetire, hát vásárei Miklós. Most képzeljük el annak az embernek a befolyását, aki a terrorszervezet vezetője egy autóban le mint a szabadon, ugye, tudósítója és nagy embere. Na ő volt az. Most ezt a rendszerváltozás rendszerváltás során nagyjából senki nem tudta. Uh -huh. És ezért történt meg az, hogy ez a vásár szervezte meg, ugye, Nagyimre újra temetését, ahol tulajdonképpen mi történt, a rendszerváltoztatás. Csúcs eseményén, akkor, amikor elvileg búcsút intettünk a kommunizmusnak, hat koporsó volt, abból ötben kommunisták voltak. Tehát úgy intettünk búcsút a kommunizmusnak, hm. hogy öt kommunistát újra temettünk. Mindig felmerül a kérdés egyébként ilyenkor, hogy a, a, gyerek az felelőse a szüleinek, a felmenőinek a tetteiért. Általában ezt rögtön fölhozzák, bármilyen ilyen cikk megszületik, vagy akár csak posztolok egyet, hogy de hát mit tehet róla? Ami önmagában egy blöf meg csúsztatás, mert soha nem írtam, hogy tehet ugyanis nem tehet, senki nem tehet a, az apja vagy nagyapja bűneiért. nagyon durva a világ, hogyha valakit ezért felelősségével vonnánk. Azért viszont igencsak tehet, hogy azzal a kapcsolatrendszerrel mondjuk mit tett, és azért is tehet, hogy hogyan néz szembe. És hogyha ő véleményvezér, illetve közszereplő, akkor, ha, akkor például a történet hamisít vagy vállalja és leírja. A másik az, hogy ő, és ami nagyon sajnálatos, hogy, hogy tényleg itt, itt, itt sose került szóba az, hogy, hogy valaki, akinek, a, akinek kommunista vezető volt, mondjuk a nagyapja vagy az apja, annyit mondott volna, hogy hát én elnézést kérek azért, amit a, a, az apám vagy nagyapám tett. Mert erre se lehet kötelezni, viszont ez egy nagyszerű gesztus lenne. Gábor, akkor összegezt kérlek, hogy a beszélgetésünk alapján, hogy mi a közös pont, vagy milyen párhuzamat látsz az ős kommunistákban és a mai magyar baloldalban? Hát figyelj, erre azért ugye elég egyszerűen szokták azt mondani, hogy tulajdonképpen az egész hatalomátmentés vagy rendszerváltoztatás során történt egyfajta átállás, vagy, vagy, vagy átállítás. Van, aki átállás, van, aki átállítás, szerintem jobb az átállítás. Amikor tulajdonképpen a régen a Moszkvához hű embereket szépen átállította maga mellé Washington. Nyilván leegyszerűsítően fogalmazunk, de nagyon sok emberi pontosan lehet látni ezt a pillanatot. Korábban ő, itt a kommunista diktatúrát képviselte különböző vállalatoknál pozícióban aztán 80-as évek vége felé meg hirtelen átkerült mondjuk a Világbankhoz, vagy esetleg egy Francia Bankhoz, vagy egy másik nyugat-európai vagy amerikai vállalathoz, majd megint később visszajött világmegváltónak. Erre szokták azt mondani, hogy amerikai szempontból ez az átállítás, ez logikus. Ugyanis ők pontosan tudták, hogy aki egyszer elárulta a hazáját, az másodjára már nagyon meg könnyen meg fogja tenni. Meg újra fogja újra tenni. Aki egyszerűen eladta a hazáját a kommunistáknak, illetve a szovjeteknek, az másodjára ugyanúgy el fogja adni az úgymond kapitalistáknak. Tehát szerintem nagyjából ez az egyik közös például, hogy hogy nem akarok erős szavakat használni, és talán nem mindenki a jellemző ez, de hogy ebből a rétegből viszonylag kevesen gondolkodnak egy hazában, kevesen lokalisták, ugye sokkal inkább globalisták, uh -huh. tehát mindig valami nagyban, mindig valami birodalomban, mindig valami lakálkodásban gondolkodnak. Ez szerintem egy elég közös dolog. A másik, ami közös, ugye hogy a kommunizmus gyökértenéért próbálta tenni a uh -huh. társadalmat, és azért nagy sikerült is, hiszen elvették a hagyományainkat, a vezetőinket, a múltunkat átírták, betiltották, szétverték az egyházakat, a hagyományos közösségeket, és tulajdonképpen ez a fajta gyökértelenség, ha megnézzük erre, az újfajta globalizmusra is jellemző. Tehát ez a fajta hazátlanság, ez a fajta tengés-lengés, ezek szerintem egyébként ilyen összefüggő dolgok, és hogyha valaki úgy komolyabban elkezd ezen gondolkodni, akkor igenis láthat szerintem ilyen kapcsolódási Köszönöm pontokat. Köszönöm szépen! Nos, ahogy hallhattuk, a baloldalnak változatlan a csomagja. A régi kommunisták a szovjet birodalomban, a nemzetállamok eltörlésében és a világpolgárság megvalósításában hittek. És miben hisz ma a baloldal? Az Európai Egyesült Államokban, a nemzetállamok felszámolásában és a világpolgárság megvalósításában. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted, akkor pedig iratkozz fel a Patriótára. Sziasztok!